A kálvinista apologetika mostani beszélgetését ti tettétek lehetővé. Ha támogatni szeretnétek a csatornánkat, csatlakozzatok a Patreonos közösségünkhöz, és látogassátok meg a patreon.com/kálvinistaapologetika oldalt. Minden egyéb infó a leírásban. Sziasztok, én Nagy Gergely vagyok, ez pedig itt a kálvinista apologetika, és Vona Gábor ül itt mellettem. Aki nem tudná, én református teológus vagyok, a Károly Gáspár Egyetem PhD kutatója, és Gábor is. Nem tudom, hogy téged, hogy mutassalak be, hiszen voltál politikus, író is vagy, hiszen több könyved megjelent, és te is doktorandusz hallgató vagy. Mit mondanak a református lelkész? És közéleti személyiség is élményforráló, és majd lelkész az nem vagy. Igen. Köszönöm a meghívást, meg köszöntelek benneteket, akik néznek bennünket. Manapság azt szeretem, amikor megkérdezik valamilyen stúdióban, hogy mit írjanak a nevem alá, hogy a második reformkor alapítvány alapítója. Talán azért, mert most jelen pillanatban ez az én közéleti munkásságomnak a fóruma. Mm. És mit csinálsz ezen az alapítványon belül, vagy mi ennek az alapítványnak a fő funkciója? Alapvetően a neve önmagáért beszél, tehát hogy a második reformkorért dolgozunk a magunk is eszközeivel, amin azt kell érteni, hogy próbáljuk a magyar vitakultúrát, a magyar polgári gondolkodást, a közéleti normát erősíteni, felmutatni, megélni, esteket szervezni, tehát hogy azt a fajta apró munkát elvégezni, amit szerintem nagyon sokszor alábecsülünk, mert hogy úgy gondoljuk, hogy a politikai pártok a közélet alakítói, és mindenki más, aki civil, aki nem politikai pártban van, az nem létezik, nem fontos. És sokszor el szoktam mondani, hogy ma, hogyha azt mondom neked, hogy civil, hogy a közéleti vitákban, vagy közéleti beszélgetésben, akkor az a lúzernek a szinonimája. Miközben nem kellene, hogy így legyen, de ezt gondolom mások is így gondolják. Nálunk egy picit úgy alakult, hogy az lesz civil, aki a politikában nem fért be. Én most azt szeretném bebizonyítani a második reformkor alapítványnál, hogy a civilséget is, hogy a civil világot is lehet pártfüggetlenül is jól csinálni. Na, erre majd ki fogunk térni a beszélgetési bizonyos pontján. Az alapvető tematikája, csak hogy tudjátok, a ma estének az úgy fog kinézni, hogy beszélgetünk kicsit Gáborral, a hitről, arról, hogy honnan jöttél, hogy érkeztél meg oda, ahol most vagy, mert korábban már mondtál számomra nagyon érdekes dolgokat, és hogyan látod a magyarországi kereszténység helyzetét, és a beszélgetés második felében, vagy utolsó fél órájában pedig a ti kérdésétekre fogunk válaszolni, amit a live chat ablakban, vagy az élő csevegésben magyarul tudtok feltenni itt a videó alatt, vagy videó mellett, attól függ, hogy mind nézitek ezt a beszélgetést, és pontosan 8-kor fogjuk, azaz 1 óra 25 perc múlva befejezni a beszélgetést, mert Gábor meccse kell, meccset fogsz nézni? Nem mész ki, csak ilyen, nem veszek ki a meccsen, de a tévében mindenképpen szeretném látni ezt a mérkőzést. Gyermekkorom óta arra várok, hogy egy ilyen tét mellett játszasson a magyar válogatott. Na, és nem szeretnénk, hogyha bárki erről lemaradna miattunk, meg én lemaradná le miattam, úgyhogy akkor kezdjük is bele, jó? Egy kicsit a múltadról beszélgessünk, és arról, hogy honnan érkeztél, milyen közegből érkeztél, milyen volt a gyerekkorod, a hited, a vallásod szempontjából? Hát kis paraszti családból származom, római katolikus vallású volt, de olyanok, a szüleim már nem gyakorolták a vallásukat. Tehát, hogy annyiban merült ki az én vallásos nevelés, ami az anyukám megtanított imádkozni, meg jöttek ilyen könyvvárusok is, képregényes bibliát vett nekem, amit én nagyon szerettem olvasgatni, de úgy ebben nagyjából kimerült. Tehát nem jártunk liturgikus eseményekre, nem vettünk részt szemmisén, nagyon ritkán vettünk részt, inkább úgy mondanám. Úgyhogy az én katolikus egyházba való betérésem az lényegében a saját döntésem volt. Tehát nem is kereszteltek meg a szüleim. Tehát, hogy nem tartották ezt valamiért fontosnak. A bátyám még bérmálkozott is, én már meg sem lettem keresztelve, de 18 évesen a gimnázium után az egyik barátommal valahogy úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk ezzel kezdeni valamit, és elkezdtünk járni hittarra, ami nem egy szokásos életpálya. Tehát, hogy 18 évesen az ember délutánonként, péntek délután volt mindig a hittan, nem hittanra jár, mi is először olyan furcsán éreztük magunkat, ahol Teofil atya elkezdte mesélni az angyali dolgokat. Aztán nagyon megszerettük, tehát valahogy volt egy ilyen nagyon megnyugtató hangulat ezeknek a péntek délutánoknak, de azt el kell mondjam, és ezt már egyszer valahol elmondtam, hogy számomra Jézus inkább egy ilyen rockstar volt, és egy ilyen role model, mint a messiás. Tehát nem elsősorban
a katolikus egyház tanítása vonzott be engem, hanem sokkal inkább Jézus személyisége, az ő aurája. Emiatt kezdtek el járni tulajdonképpen? Igen. És igen. Hogyan találkoztak, hogy Jézusnak ezzel az aurájával? Hát, amit én annak gondoltam nyilván, filmekből, nagyobb rész filmekből, meg olvasmányélményekből. És akkor ott összeraktam egy képet, vagy összeraktunk egy képet, ami számunkra egy azt üzente, hogy Jézus egy nagy lázadó volt. És 18 évesen számtalan rockzenekart szerettünk, és ő is beleillett ebbe a képbe. Most nyilván nagyon leegyszerűsítem, meg azért picit dramatizálom is, de hogy nem voltunk azért teljesen hülyék a Jézusi tanítást illetően. Nyilván nem azt vártuk volna tőle, hogyha találkozunk, hogy fogja le pár akkordot. De mégiscsak az a fajta bátorság, életbátorság vonzott bennünket, amit az ő életében tapasztaltunk, láttunk, és amiből nagyon keveset értettünk, vagy fogtunk föl. Egyszerűen csak vonzott ez az egész. És aztán a hittan révén az, hogy római katolikusokhoz mentünk, és nem máshoz, Gyöngyösön a barátok templomába, a ferencesekhez kezdtünk el járni. Ez volt ott kéznél. Tehát, hogy ez sem volt egy ilyen hosszú teológiai kiérlelésnek a munkája, hogy végtekintettük az evangélikus, a református és a katolikus egyház ajánlatát, és végül a katolikus mellett döntöttünk, mert az volt ott éppen. Meg az volt számunkra valahogy természetes a családi indítatásból. És aztán annyira megragadt bennünk, hogy egy-két éven belül még az is fölmerült bennünk, hogy adott esetben egyházi pályára menjünk. Tehát, hogy annyira ez a frissen megtértek lelkesedése, ez annyira... Igen, akár az is elkezdett foglalkoztatni bennünket, meg ez ügyben az ottani egyik atyával, aki a lelki vezetőnké vált, úgy kérdezgettük, beszélgettünk erről a lehetőségről, de nyilván ezt úgy azt mondom, hogy egy viszonylag gyorsan elengedtem, én legalábbis elengedtük ezt a lehetőséget. És mi volt a következő lépés? Ezután jártál-e még mondjuk, ugye 18 évesen az ember általában elmegy, nem tudom, egyetemre, főiskolára, ilyenkor már eleltávolodnak akár a rendszeres templomba járástól, mint korábban ez meg is volt. Uh-huh. Fölkerültem egyetemre, az ELTE-re, én Gyöngyösön születtem, ott is jártam gimibe, és fölkerültem, és hát nyilván az egyetemi élet, a kollégium, minden, ami ezzel jár, az elsodort. Tehát, hogy az első évem, meg még talán a második is, az igazából a bulizásról szólt. Annak minden hozzá, minden, ami azzal jár, és aztán a második év végére éreztem egy olyan csömört, hogy ott akkor így teljesen áttekertem a kormányt, és a Margit körúti ferences rendházban laktam utána másfél évig. Ott évközben kiadtak szobákat egyetemisták számára, akik cserébe a portaszolgálatot vállaltunk, segítettünk ott a rendház különféle feladataiban, és cserébe meg volt egy nagyon minimalista szobád, úgy képzeld, hogy egy térdeplőm volt, egy szekrényem, egy könyvespolcom, meg egy íróasztalom, meg egy ágyam. Tehát, hogy így, és ez pontosan jó volt ahhoz, amire nekem akkor szükségem volt. Így a harmadik évben úgy összeszedtem magam, meg a terveimet rendeztem, tehát, hogy akkor úgy elkezdtem úgymond felnőtté válni talán. Uh-huh. És az egy nagy hatást gyakorolt rám két szempontból. Egyrészt a ferences lelkiség számomra az volt a meghatározó volt. Tehát, hogyha mondanom ki, hogy Jézus Krisztus után ki volt az, aki a legnagyobb hatást gyakorolt rám, akkor Assisi Szent Ferenc, és a ferences rendnek az eszmeisége, az engem nagyon, nagyon megérintett, de azt is láttam, hogy ez nem az én utam. Tehát azt is láttam, hogy én egy ferences szerzetesként úgy nem láttam magamat, vagy nem annál valahogy én világi életre vágytam. És ez alatt az idő alatt volt-e olyan azon a pár éven kívül, amit most említettél, és érthető, hogy miért távolodtál el akkor a hittől. Volt olyan, amikor mégis valamilyen mélypontra jutottál, akár a hiteddel kapcsolatban, vagy felmerültek benned kétségek, kérdések, akkor, amikor közel voltál mondjuk az egyházhoz? Folyamatosan. Tehát az én hitéletem az a mélypontok és a egyik mélyponttól a másikig való eljutás dinamikájával írható le. Hát... hogy mondjam, én az a típusú, az én Isten kapcsolatom az egy ilyen, nem tudom, hogy ezekről mennyire jó így beszélni, de hát is ez a műfaj, úgyhogy... mert tudod, itt nagyon nehéz elkerülni azt, hogy az ember ne váljon képmutatóvá, vagy ne váljon állítatossá, ugye ezt szeretném kerülni, de hogy az én Isten kapcsolatom az nagyjából abból lát, hogy én folyamatosan pereltem egy... Tehát úgy nekem csomó kritikám volt az Istenhez, hogy... Például? Hát... valahogy az embert, engem zavart az emberiség. Tehát, hogy én nem
értettem, az ember, mint a teremtés koronája, az nekem olyan fura volt. Tehát, hogy ez a teremtés koronája, akkor ott valami nem lett jól kivitelezve. Tehát, hogy én ezt éreztem, hogy akár mag, és most nem az emberek, hanem én magam is ebbe beletartozva, hogyha mi vagyunk a teremtés koronája, mely Isten képmására született, és én is ez vagyok a magam minden hülyeségével, meg mindannyian a magunk minden hülyeségével, akkor ez nyilván Isten káromlásként had, de hogy akkor az Istennel is probléma lehet. Tehát, hogy, és nyilván tudtam, hogy nem, meg kerestem mindig azt a fajta... Tehát, hogy nekem abban sohasem hittem, katolikusként sem, és engem ez mindig zavart, hogy a katolikus egyház tanítása lenne az egy igaz hitvallás. Ebbe úgy most őszintén ezt így meggyónom neked, meg nektek így imárosan. Igen, nem kell gyónni. Igen, de hogy én azt gondolom, hogy akkor is azt gondoltam, hogy mindenki valamilyen szinten valamit megér, csak másképpen értelmez abból az igazságból, amit Isten jelent. És engem úgy zavart, hogyha akár a katolikus egyház, akár más egyházak részéről ezt a kizárólagosságot éreztem. De ez mondjuk már nem az Istennel való kapcsolatom problémája, ez inkább az egyházzal van, az intézménnyel, igen. De a lényeg az, amiért az egészből talán nem volt elég összeszedett, amit most válaszoltam neked, hogy én nekem talán egy olyan nyár volt egy olyan nyár, amikor minden egyes reggel nyári szünetben, egyetemista, nem tudom, hanyad évfolyamon volt, minden egyes reggel a félhetes misén ott voltam. Tehát, hogy akkor ilyen megpróbáltam egy nagyon fundamentalistán kötődni az egyházhoz, és de aztán rájöttem, hogy az sem az én utam. Tehát, hogy abban sem éreztem, megtaláltam meg nyugvást. Ez érdekes. Mikor, mert ha jól sejtem az életutatból, nagyjából ebben az időben kezdtél el, vagy egy kicsit később foglalkozni közélettel és politikával is, nem? Kicsit később. Mikor történt ez? Tehát a negyedikes voltam, amikor a Jobbik megalakult, negyedik évfolyamon voltam. És akkor éppen hol voltál a hitedben? Hol tartottál ezen az úton? Azért nagyon jó a kérdés, mert én mind a mai napig emlékszem egy beszélgetésre, amikor most mindegy is a név, a Jobbik egyik másik későbbi vezetőjével beszélgettünk, és akkor én picit úgy szkeptikus voltam a politika iránt, mert azt mondtam, hogy hát ott van Jézus tanítása, az kerek egész, nem kell már itt. Tehát számomra a politika az egy dolog lehet, Jézus tanításának a képviselete, és nincs más politikai feladat, mint hogy azt politikában képviseli az ember. Tehát ilyen értelemben én picit lenéztem a politikát, vagy nem éreztem olyan fontosnak, nem motivált. Sokkal inkább motivált a pszichológia, a szociológia, a kultúra, a teológia, a filozófia, tehát ezek a társadalom tudományok sokkal jobban érdekeltek, mint a politikai gyakorlat. Egészen addig, amíg el nem mentem az életem első politikai gyűlésére. És akkor meg azt éreztem, hogy ott éreztem, most nagyon fura meg elnézés, hogy lehet, hogy ez tényleg ilyen blaszfémia, amit mondok, de hogy ott azt éreztem, hogy végre a helyemen vagyok. Tehát, hogy azt éreztem az első politikai gyűlésen, hogy ezt akarom csinálni. Itt. De végre. Ez szakmai vagy lelki értelemben? Mert hogy ugye mondtad, hogy sosem találtam megnyugvást az intézményben, vagy mindig voltak mély pontjaid, hullámvölgyeid. Milyen értelemben voltál? Valószínűleg magammal kapcsolatban voltak ezek. Tehát, hogy az ember ezt persze ráfogja Istenre, meg az intézményre, de hogy ilyenkor a legvalószínűbb az, hogy magaddal nem vagy tisztában, meg magaddal... A magad útját nem látod benne, vagy a saját életeddel nem vagy egyenesben. És amikor ezen a politikai gyűlésen meg azt éreztem, hogy ez a hirtelen a helyére kerül minden. Hogy végre megvan az életemnek az értelme, a célja. És nyilván azt is éreztem, hogy végre valami olyasmit csinálhatok, aminek jelentősége van. És ez egy nagyon nagy flash volt, egy nagyon-nagyon jó érzéssel töltött el, hogy a politika gyakorlatán keresztül, amit én korábban lenéztem, vagy nem tartottam, hogy mondjam, egy ilyen alantasabb dolognak tartottam. Most végre úgy láttam, egy más látószögből, egy más szempontból, hogy valami olyan dolog, amivel te a világ körforgásában részt vehetsz, és hogy ez egy ilyen nagyon bódító, szinte drog élményszerű hatása van, mert hogy ott látod magadat a világ közepén. Hát ez a politikának valahol szerintem a szépsége is, meg a óriási veszélye, mert ezt akarod utána. Folyamatosan ezt a szert keresed onnantól kezdve. Folyamatosan ezt akarod érezni, hogy te ott a világ közepén vagy, és ott te ott. Nem csak, hogy ott vagy, hanem hatalmad van. Pontosan. És ez nyilván egy kábítószer. És engem ott az elkábított is.
és nagyon rabjává tett. Hogyan alakította ez az Istennel való kapcsolat alatt? Hiszen még hogyha nagyon-nagyon áthallásosan is, de mondjuk lehetne ezt úgy értelmezni, hogy egy kicsit ebben a helyzetben megistenül az ember, és úgy képzeli, hogy mindenki felett, vagy nagyon sokak fölött áll, és akár olyat is megtett, amit a közember, nem? Hogyan alakított ez az Isten képelet, vagy az Isten való kapcsolatot? Hát ugyanabban a dinamikáját nem változtatta meg, tehát továbbra is egy ilyen állandó, ilyen dialektikus vitás Isten kapcsolatom maradt. Annyi változott, hogy megpróbáltam a politikai, és nyilván azok, akik mondjuk negatív módon viszonyulnak az én politikai karrierem, ezt megint rosszul fogják megélni, amit most mondani fogok, de hogy én úgy éltem meg mindig, hogy a politikámmal valamilyen isteni folyamatba kapcsolódok bele. És itt nyilván a politikai eszmélésem elején ezt én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a magyar társadalom, a magyar nemzet, a szent magyar nemzetnek az ügyét szolgálom, ami egy istenes feladat. Mm. Ezt én így éltem meg belül, így próbáltam ezt a kettőt valószínűleg magamban összekapcsolni, hogy az Isten keresésemet, meg a hitemet, meg azt a fajta világi tevékenységet, politikát, amit akkor ilyen hivatásnak éltem meg, hogy akkor innentől ez az én hivatásom, ezt a kettőt összekapcsoljam. Jártál ebben az időben aktívan gyülekezetben? Igen. De hogy ezek is olyan, inkább ilyen időszakok voltak. Uh-huh. Tehát, hogy pár hónapig jártam, aztán pár hónapig nem, aztán pár hónapig jártam, aztán nem, aztán nagy fogadalmak, hogy most akkor mindig járni fogok, aztán nem jártam. Tehát, hogy ezt így kell elképzelni nálam, és még azt tudom neked mondani, hogy igazából ez mind a mai napig így van. Uh-huh. Tehát, hogy én nem tudtam megnyugvást találni a vallásban, és szeretnék hinni, én inkább azt mondanám. Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk nagyon direktben megkérdezi, hogy én hiszek-e Istenben, akkor azt mondom, hogy szeretnék hinni. Mit tartasz most? Mindig. Körül a pont körül járom körbe, és különféle módon élem ezt meg. Van, amikor úgy érzem, hogy ez végülis teljesen természetes, van, amikor úgy érzem meg, hogy ez teljesen abszurd, és a két végpont között járok. Elkerülhetetlen a kérdés, itt beszélgettünk az adás előtt erről, és anélkül, hogy nagyon belefolynánk abba a szakaszba, amikor aktívan országgyűlési képviselőként dolgoztál, volt egy konkrét momentum, amikor téged megvádoltak azzal, hogy muszlim hitlet eltértél az iszlám, betért az iszlám, és muszlim hitlet eltértél, hogy muszlim lettél. Mesélj egy picit erről, nagyon röviden, hogy csöppentél ebbe bele, hogy élted meg, volt ennek igazság magva, és mi történt? Uh-huh. Mi történt itt? Picit korábbról, hogy másodon kell kezdenem, de a kérdésre fogok válaszolni. Valamikor 2000 körül ért egy meghatározó élmény az életemben, ez pedig Hamvas Bélának a Sciencia szakra könyve volt, ami számomra egy ilyen olyan világot nyitott ki nekem Hamvas Béla, amivel én kb. Úgy álltam korábban hozzá, mint a politikához is annak idején. Aztán érdekes, hogy az életben az, amit az ember úgy debecsül, éppen az irány tűjévé válhat. Tehát én a keleti vallásokkal úgy voltam, hogy persze szép, jó, de miért kéne nekem a keleti vallásokat tanulmányozni? És ugye Hamvas Béla az a gondolkodónk, aki azt mondhatom talán, hogy keresztényi szemszögből, de nagyon-nagyon nyitottan és nagyon-nagyon bátran nyúl ezekhez a forrásokhoz, és ugye azt vallja, hogy ezek ugyanolyan szent források, ha jól interpretálom őt persze, mint a keresztény források. És hát nekem ez akkor egy nagyon nagy flash volt, nagyon nagy élmény, és akkor úgy tényleg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon megszállott módon kezdtem el kutatni így a keleti vallásokat. Tehát akkor amit csak lehetett, elolvastam az összes vallásról, és azt gondolom, hogy nagyon sokat is tanultam ezekből a vallásokból, és ez mind a mai napig elkísér. Tehát, hogy én nagyon, nagyon tisztelem a buddhizmus, nagyon tisztelem a hindu vallást, nagyon tisztelem a taoizmust, de az összes vallást, és ezzel együtt az iszlám vallást is. A muszlim kultúrából számomra a nyilván a szufi tanítás az, ami a leginkább meghatározott, és azt is hozzá kell tennem, hogy minden bizonyan Hamvas Béla hatására, de hogy az összes vallásból engem a misztikus tanítások érdekeltek a legjobban. Tehát például a kereszténységből is engem Eckhart mester elképesztő módon megérintett. Tehát akkoriban az volt a tervem, hogy majd valamelyik egyetemen
akár a Károlin, vagy valahol majd Dekárt mestert szeretnék tanítani. Tehát volt egy ilyen rövid ideig tartó kis foszlány célom. És hogy ezekben nagyjából az volt a közös, hogy, hogy túlnőttek. Tehát nem azok, azok a vallási források, tanítások érdekeltek, amik túlnőttek a felekezeti megosztottságon. És így csöppenek bele a muszlim vallásnak a tanulmányozásába is. Ez az egyik forrás. A másik meg én nagyon-nagyon fontosnak tartottam mindig a magyar-török kapcsolatokat. Amikor az országgyűlésben voltam, országgyűlési képviselőként voltam egy ideig a magyar-török baráti tagozatnak is a vezetője. Nagyon sokszor jártam Törökországba. Én azt hiszem, hogy Törökországban relatíve ismert volt akkoriban a nevem, különösen az egyetemi fiatalság körében. Nagyon sikeres előadásokat tartottam. És az egyik ilyen előadásomon megkértem az ottani tolmácsomat, hogy fordítsa le a beszédemnek az utolsó szakaszát törökre. Vagy hát igen, törökre is. Ugye az utolsó mondata az úgy hangzott, hogy mi magyarok vagyunk, Attila unokái vagyunk, és mi nem félünk senkitől, csak a jó Istentől. És ugye ennek a fordítása, a jó Isten az Allah néven lett fordítva, és ezt elmondtam ott törökül az egész gondolatsort, és hát a választási kampányban ezt valaki megtalálta itt a migrációs válság kellős közepén, és úgy lett interpretálva, hogy én Allah mellett tettem hitet Törökországban egy egyetemen. Ami nyilván nem igaz, de akkor a kampányban, meg abban a társadalmi hangulatban, hogy itt muszlim bevándorlók fogják Magyarországot megszállni és megerőszakolják a asszonyainkat és gyermekeinket, nyilván ebben a hangulatban ez ütött. Tehát ezért ez hatott. Emlékszem, hogy kis falvakba járva is én ott a patás ördög voltam, mert be akarom idehozni a muszlimokat. Ugye ez működött. De ennek nagyjából ennyi a... Továbbra is én nagyon... Tehát, hogyha valaki engem arra kér, hogy mondjuk én a muszlim vallást gyalázzam, vagy a török népet, akkor az biztos nem állam keresse. Mennyire adott neked ebben az időszakban erőt a te hited? Ez nagyon kegyes kérdésnek hangozhat, mert hát ugye... hit hegyeket mozgat, és bízd magad Istenre, és minden átsegít, és megerősít, stb. De tudtál-e itt vagy más, ugye azért elég kemény támadást kértek a politikában, ezekben az időszakban, ezeken a pontokon a hitedre támaszkodni, egyáltalán támaszkodtál-e rá, vagy inkább elsodort ezettől, vagy meggyengítette a te hitedet? Nagyon jó a kérdés, mert azt tudom neked mondani, hogy nem tudtam már másra támaszkodni, mint a hitemre. Tehát az ember, legalábbis én a kampány időszakban, meg a politikai pályafutásom bizonyos időszakaiban olyan szituációkba kerültem, ahol megtanulsz imádkozni, mint a zuhanó repülőn. Tehát ahol azt éreztem, hogy nem tudok máshoz fordulni, mint valami felsőbb erőhöz, vagy felsőbb hatalomhoz. Úgyhogy igen, támaszkodtam abszolút hitemre, és ilyen értelemben például 2018 az nekem nem csak egy választási vereség volt, hanem így egyfajta Istennel való kapcsolatomnak egy újabb válsága is. Tehát, hogy picit úgy is éltem meg, mint hogyha úgy Isten magamra hagyott volna ebbe a harcba. De most nyilván ezek már annyira intim élmények, hogy ezekről nem szívesen beszélek, csak hát tényleg van olyan szituáció, amikor azt érzed, hogy egyedül vagy, és akkor és ha nem tudsz valakihez kapcsolódni, vagy nem tudsz valamihez fordulni, akkor az úgy nagyon lelkileg nagyon tönkre tud tenni. Vagy nagyon mély sebeket hagy benned, és most nyilván azt merem mondani, így 4 év távlatából, vagy több mint 4 év távlatából, hogy köszönöm szépen, jól vagyok. Tehát, hogy a 18-as kampány minden szörnyűség ellenére úgy érzem, hogy épp maradt a lelkem. Igen, ez látszik a közéleti tevékenységeden is. Ugye azóta írsz, szerepelsz rengeteg tévés, rádió műsorban, próbálod így formálni a közéletet. Hol tartasz most a hitedben? Mennyire más, ahogy most éled meg az Istennel kapcsolatodat, mint mondjuk akkor, amikor politikus voltál, élted meg az Istennel kapcsolatodat? Azt mondtad, hogy mindig vannak helyek, de más-e minőségében most, ahol most tartasz? Hú, ez jó kérdés. Hát most éppen inkább azt mondanám neked, hogy most egy ilyen kicsit unatkozós viszonyban vagyunk. Tehát most nem érdeklődünk, nem keressük egymást. Lájkoljuk néha a posztjaink, egymás posztjaink, most érted, érd a képet, csak hogy... És majd egyszer tudod, amikor így le kéne ülnünk egyszer kávézni, és akkor írod, hogy persze, majd mindenképpen leülünk, és mind a ketten tudjuk, hogy nem fogunk leülni, és most picit ezt érzem így az Isten kapcsolatomban, hogy egy ilyen... meg vagyunk, de nem vagyunk túl bizalmas viszonyban, nem vagyunk túl közel, és lehet, hogy ez pont ugye az élet ilyen furcsa dolgokra képes, hogy pont amikor
nagyon intenzív az életed, nagyon komoly prés alatt vagy, az nem biztos, hogy a hitéletedet, vagy az Isten való kapcsolatodat rontja, sőt, hanem adott esetben mélyíti pont azért, amiről az előbb beszéltünk. Most meg egy ilyen kis viszonylag nyugodt polgári életet élek, távol a, közel vagyok a közélethez, de távol vagyok a politika pergőtüzétől is, és most úgy el vagyunk. És de, ami nem, persze nyilván nem jó, de őszintén beszélgetünk, ez a helyzet. Kitérünk mindjárt erre is, hogy mondjuk ebből a távlatból hogyan látod a magyarországi kereszténység helyzetét, akár a politikában megjelenő kereszténységet, a politikai kereszténységet, akár az ateizmust, az ateizmus képviseletét. Viszont előtte még van egy fontos kérdés, mert, és ezt mindent meg kell, hogy előzzön, mert bármilyen pillanatban beüthet, az a halál, és a halálról szóló kérdés. Nekem nincs meg, ugye pont erről is beszélgetünk, a halálról szóló könyved, az Átokból áldás, az megvan, de hogyan tekintesz most a halálra? Ugye ennek a beszélgetésnek a címét a hit erő akarat ként próbáltam meg definiálni, megfogni, hogy ezt a címet adtam ennek a beszélgetésnek. Beszéltük a hitről, beszéltük az erőről, az akarat az majd még jön később, ott is lesz egy kérdésem, de beszéljünk egy kicsit a halálról. Nem fog tudni kicsit a halálról beszélni. Akkor beszéljünk nagyon a halálról. Hogyan tekintesz rá most, ahogyan vagy? Ez ugye az elején említetted, hogy PhD-zom, hát pont ezzel foglalkozom, hogy ezt kutatom, a halálszorongást. És hát a könyvem az arról szól, hogy az az alaptézis, ami egy amerikai szociálpszichológiai elméletnek az alaptézise egyébként, nevezetesen, hogy az embert a halálszorongás választja el az állatvilágtól, vagy az állatvilágból. Tehát, hogy az emberi faj az a faj, mi vagyunk az a faj, amelyikben a haláltudat megjelenik. Tehát tudomásunk lesz arról, hogy meg fogunk halni. És ez egy olyan teher, egy olyan mentális teher, amit a halálszorongás, amit ez kelt bennünk, amiben pusztán evolúciós szemszögből nézve ki kellett volna pusztulnunk. És az az elmélet, ami alapján én is a kutatásaimat végzem, azt állítja, hogy ez azért nem történt meg, mert az ember a biológiai evolúcióból részben ki tudott lépni a kulturális evolúcióba, tehát létrehoztuk a kultúrát, egy olyan virtuális világot, egy olyan egyébként természeti értelemben nem létező világot, a kultúrát, amit a mi mentális, kognitív tevékenységünk lényegében vetít csak ki, aztán megtöltjük persze tartalommal, azért hoztuk létre, hogy ezzel a halálszorongással szemben valamit föl tudjunk mutatni. És a kultúrának ilyen értelemben a legősibb, legmélyebb célja az nem más, mint hogy halhatatlanság érzetet adjon nekünk. Ez lehet szó szerinti halhatatlanság is, amit a vallások mondanak, hogy túléljük, túlvilág, mennyország, nyilván, stb. Lehet szimbolikus halhatatlanság is. A család, a hagyaték, az örökség, a jó cselekedetek, tehát amik a halálunk után mi nem maradunk meg, de hogy a hagyatékunként megmarad a világban. De hogy ez a kultúrának a dolga, ez a kultúrának a legalapvetőbb, legősibb feladata, és az embernek az ős élménye az a halálszorongás. Én ebből indulok ki. Ez nyilván nem egy boldog téma, meg nem biztos, hogy itt esti témaként ezt nagyon sokan szívesen hallgatják, de hogy ez azért nagyon fontos szerintem, mert nem akarunk ezzel foglalkozni. Az egész életünk sokszor arról szól, hogy menekülünk a halandóságunk elől. A 21. század, meg a 20. század ebben egyébként nagyon sokszor a segítségünkre is van, hogy fogyassz, és akkor ne foglalkozz az élettel. És én azt vallom, hogy aki a halálára nem tud választ adni, tehát hogy nem tud szembenézni azzal, hogy el fog múlni, és erre nincs valami válasza, és hogy mi a válasza, az szerintem bizonyos értelemben mindegy is, hogyha valamilyen életképes, kulturális válasza van a halálára, akkor tud az életére is választ adni. És hogyha nem ad a halálára a választ, tehát nem tud a halálával kapcsolatban valamit, nem gondol semmit a haláláról, csak úgy eltolja, hogy ez engem nem érdekel, akkor az élete is ugyanígy fog, az életét is ugyanígy fogja élni. Tehát, hogy nem fogja igazából megélni az életét, mert szerintem a halál pontosan az a viszonyítási pont. Igen, vagy? Az a nagy tanítómester, amelyik rákényszerít téged, hogy ott tétje van az életedben. Tehát, hogyha meghalunk, akkor nem élhetünk úgy, hogy már csak ide. Itt véletlenül itt összetalálkozott pár szerves atom bennünk. És okay, akkor... De mi van azokkal, akik ezt gondolják? Tehát mondjuk a kemény materialisták azt mondják, hogy csak az anyag van, még a tudatunk, tudatos folyamataink is, vagy a tudatunk folyamatai is, ezek semmi mások. Csak ma ők a legnagyobb halálszorongók. Tehát mégis azt mondják, hogy hát élek, meghalok, és tulajdonképpen ennyi, van értelme az életemnek, hiszen nem tudom, tudom neki célt adni, hogy gyermekeim legyenek,
hogy az emberiség jólétét előrébb vigyem, tehát azért találkozunk az ateisták részéről életcélokkal. Mégis azt gondolják, hogy nincsen semmi a halál után. Hát de ez egy nagy ellenmondás nekem, mert hogy akkor ezek szerint a materialistáknak is fontosak olyan célok, amelyek úgymond kulturális célok. Amelyek, mert szerintem a kultúrának az a definíció, hogy minden kultúra, ami segít neked abban, vagy nekünk abban, hogy többnek érezd magad, mint a tested. Uh-huh. Számomra ez a, mert hogyha csak a tested vagy, akkor egy biológiai lény vagy. Uh-huh. Minden, ami ennél többé tesz, tehát a te fizikai valódnál többé tesz, az a kultúra. És ezek szerint a materialistáknak is fontosak kulturális célok, tehát valamilyen számukra nem azonosított okból, vagy nem fontosnak tartott okból, de lényeges nekik, hogy a testi valóságukon túli célokat találjanak, és ebben nyernek megnyugvást, és innentől kezdve a materializmusuk szerintem egy picit át nem gondoltá válik, az én szememben legalábbis, vagy egy ilyen disszonancia lép fel? Szerintem így. Tehát, hogy lényegében ugyanúgy szoronganak a haláltól, mint mindannyian, csak az ő válaszuk az, hogy teljesen megpróbálják negligálni ezt a kérdést. Azt mondják, hogy ez így van, hát élünk, aztán meghalunk, nincs ezzel semmi gond, de akkor, hogyha ezt a gondolatot fogadod el, és ezt végig gondolod logikusan, A egyenlő B-vel és B egyenlő C-vel, akkor A egyenlő C logika alapján, akkor ennek a gondolatnak, hogyha nagyon-nagyon szigorúan ragaszkodsz hozzá, az a vége, hogy itt a világon semminek nincs értelme. Uh-huh. Ennek akkor ezt kellene... Amire eljutott nagyon sok következetes egyébként ateista. Hát, meg hogyha belenézünk így a korunk emberének a szemébe, amikor mondjuk állunk a Tesco-ban a telepakolt kosárral sorban, és belenézünk egymás szemébe, az a fajta üresség, amit ott egymásban meglátunk, az pontosan ez. Uh-huh. Hogy az a világ, ami körülvesz bennünket, az azt mondja, hogy te nem vagy semmi valójában, csak egy anyag. És zabály. Ezért zabály. És ez szerintem az embernek egy olyan szükségletét teszi semmissé, a kulturális szükségletét, vagy spirituális szükségletét, most nyilván kinek hogy tetszik, ami szerintem ugyanolyan fontos, mint hogy szükségünk van vízre, táplálékra, levegőre, tehát ezek alapszükségletek, és én azt mondom, hogy ugyanilyen alapszükséglet az, hogy kultúrára van szükségünk, vagyis az ember nem tud meglenni anélkül, hogy valami testen túli, vagy testén túli, vagy fizikai létezésén túli célt ne lásson bele az életébe. És innentől kezdve bármi is ez, nem kell, hogy ez Isten legyen, a materializmus már az én szememben megdől. Tehát, hogy igazából szintiszta formájában nem létezik, vagy ha létezik, akkor az egy zombivá teszi az embert. Uh-huh. De ez csak az én véleményem, meg az én hipotézisem, nyilván nagyon sok materialista most ezt vitatja. Nem is baj, de ha már kultúra, akkor itt hadd kössek át egy picit, és át is vissza a kereszténységhez. Mert ugye nagyon sokat halljuk manapság, akár a politika irányából, akár a közélet irányából, a kulturális kereszténységet, mint ami akár a politika eszköze. Hogyan látod ezt a kérdéskört? Ugye politikai kereszténység, kulturális kereszténység az Európában ateista is keresztény, szokták mondani, és ugye híres mondás. Mennyire tudsz ezzel azonosulni? Amit melyikkel? Akár azzal, hogy... Jó, először definiálj. Jó, a kulturális kereszténység az nagyjából megvan, tehát nem kell, hogy keresztény legyek, de attól még mondjuk élhetek a 10 parancsolat szerint, vagy követhetek keresztény hagyományokat, mondjuk ünnepeltem a karácsonyt, és stb. Hit nélkül. Kulturálisan keresztény vagyok. A politikai kereszténységet hogyan definiálnád? Ez nagyon érdekes, mert szerintem ez fontos, és te, mint a politikából jövő személy, aki keresztényként is voltál a politikában, valamennyire talán ebben benne lehettél, és ugye ma is ez szorosan hozzákapcsolódik a mindennapi közélet és politikai beszélgetésekhez, maga a politikai kereszténység. És akkor kezdjük is ezzel, hogy szerinted mi a politikai kereszténység, és hogyan van képviselve? A kulturális részére is vagy reflektáljuk, mert amikor legutóbb voltunk egy beszélgetésen együtt, akkor ez a kérdés szóba került, vagy legalábbis hasonló jellegű kérdés, és ott elmondtam, és aki esetleg azt látta és hallotta, és most ismétlem magam, akkor sajnálom, vagy elnézést kérek, de szerintem annyira fontos az, hogy számomra fontos, hogy megértsük mi európaiak, hogy Én azt tényleg vallom, hogy minden európai bizonyos értelemben a kereszténység, minden európai gondolat a kereszténység szülötte. Tehát amikor mondjuk a baloldali, szocialista vagy liberális politikai irányzatok szeretik a kereszténységet egy ilyen meghaladásra váró, vagy meghaladni szükséges gondolatként beállítani, akkor engem az azért zavar,
Mert én úgy tekintek az egész európai fejlődésre, hogy, hogy az a kereszténységből született, és hogy nagyon sokat köszönhetünk a kereszténységnek. Ezt ott is elmondtam, hogy nem veszük észre, hogy a kereszténység az a vallás, vannak hiányosságai, majd esetleg beszéljünk erről is, mert szerintem például a kereszténységnek a testhez való viszonya szerintem az hibás, de mindegy, ezt majd esetleg érdekes, akkor megvitatjuk. De az, hogy az emberhez hogy áll a kereszténység, és különösen Jézus Krisztus tanítása, hogy áll az emberhez, az szerintem példaértékű. Mert az összes vallást, ha megnézed, és akkor akár vegyük csak a hozzánk legközelebb álló vallást, a zsidó vallást, vagy a muszlim vallást, tehát ami szent könyvekre alapuló, és egyébként tényleg kulturálisan is bizonyosítóban hasonló közegekből induló vallások, az Isten és az ember kapcsolata az nagyon tiszteletteli, és egyben nagyon távoli. De Jézussal és a kereszténységben Isten az lényegében egy annyira közeli, mint amit énről is beszéltem, ki vagyok én, hogy perelgettem az Istennel meg a teremtést, ki vagyok én ezt, hát ezért engem meg kellett volna kövezzenek egy másik. Ezt az fel a római levélben, hogy ki vagy te, ó ember, hogy perbeszállsz, hogy felesel. Igen. És a kereszténységben ez legitim. Tehát, hogy szerintem amikor erről beszéltem, akkor nem hiszem, hogy azt mondta bárki, hogy Úristen, hát ez valami, ez botrányos. De ez pontosan Jézusnak köszönhető, mert ő olyan szinten megemelt bennünket, olyan szinten megemelt az emberi méltóságot, olyan közel emelte Istenhez, hogy az tényleg egyedülálló az összes vallás tekintve. És szerintem az egész európai vagy nyugati fejlődésnek, amire olyan büszkék vagyunk, meg sokszor olyan borzasztó is, amilyen irányokat vesz, akár a 20. században, akár most a fogyasztói társadalommal, de hát mégiscsak azért hódít az egész világon. Tehát gondolj bele, hogy akár Indiában, Kínában, ahol a több ezer éves a kereszténységnél jóval korábbi vallási tradíciók léteznek, ott is, hogyha beteszi a lábát ez az európai gondolat, annak a negatívumaival együtt, de elkezd terjedni. És ezt szerintem azért van, mert hogy a kereszténységen keresztül, és nem is a vallás maga, hanem az ennek a kulturális következménye, ami mi váltunk emberek a kereszténység által, az annyira magas polcra tett bennünket, hogy ki ne akarna ilyen közel lenni Istenhez? Ki ne akarna ilyen magas polcra kerülni? És szerintem ezt csak azért tartom nagyon fontosnak, és ismételtem el ebbe a műsorba is, mert hogy azért tegyük már össze a kezünket, hogy európaiak vagyunk, és hogy ezt megélhetjük, hogy mi a magunk emberi méltóságát ilyen magas szinten élhetjük meg. Igen, ezt a történelem is igazolja, ugye a Európa történelem és a világtörténelem, hogyha elhelyezzük benne Európát. Ugye ezt szokták Athén, Róma, Jeruzsálem, és Jeruzsálem volt az, ami tulajdonképpen kulturálisan mindenek fölé emelte az európai szintet, és nem véletlenül tényleg, hogy te is mondtad, akár ott kezdődött el, vagy azokban az országban kezdődött el valamiféle felvirágzás, ahol aztán később megjelent, ilyen-olyan módon, de megjelent a kereszténység, és most tényleg hámozzuk rá erről az egészről akár a szörnyűséget, amiket a kereszténységben elkövettek, de valahogy mégiscsak azt látjuk, hogy az arab világ mellett, mert ugye ott is megjelentek, átvettünk nagyon sok mindent, de mégiscsak az európai kereszténység volt az, akár Észak-Amerikára gondolva, ami hát tulajdonképpen ki tudott emelni népeket. És egy magasabb szellemi és lelki nívóra tudta vinni őket. És még akkor is, hogyha mondjuk nem mindenki lett azon a népen belül keresztény. Tehát itt jön be a kultúra és a kulturális kereszténység. Tehát nem kell feltétlenül Isten hívőnek lenned ahhoz, hogy ide, erre a magasatra, amiről te beszéltél felkerülj. De hogyan zülleszti ezt le a politika és a politikai kereszténység? Vagy egyáltalán lezülleszti-e? Lehet-e hitelesen képviselni a keresztény tanokat a politikában? És mi az a politikai kereszténység szerinted? Jó, szerintem lehet, de amit politikai kereszténységként értünk, az általában valamiféle ilyen kereszténydemokrata, vagy kereszténydemokratának, vagy kereszténszocialistának mondott politikai irányzat. Én ezekben a 21. században nem hiszek. Már nincs olyan, hogy politikai kereszténység. Van, szerintem egyéni szinten. Tehát az, hogy valaki az egyéni hitéletét, vagy az egyéni erkölcsiségét, keresztény elkötelezettségét a politikai tevékenységében megéli, azon keresztül megmutatja, fölmutatja, de és van olyan is persze, hogy ez konkrétan valamilyen keresztény politikai
mozgalommá válik, csak én speciál azokat nem szeretem. Tehát, hogy azok valahogy előbb-utóbb önmaguk karikatúrájává válnak, vagy képmutatóságnak a gyülekező helyévé. Tehát a hit terjesztése és a hit képviselete a társadalomban az egyház feladata, és nem a politikája. És ott szerintem nagyon sokszor ezek... Ez biztos, mert ha keresztény ember vagy, akkor a politikában képviseled a hitedet is, a hited alappilléreit. Tehát nem hozhatsz meg olyan jó lelkiismerettel, nem szavazhatsz meg olyan törvényeket például, amik szemben mennek a keresztény tanításokkal. És csak egy példa, mert én picit máshogy látom ezt a politikai kereszténységet. Vegyük az abortuszt. Ott vagy keresztényként, és megszavazhatsz-e, vagy a melegházasságot, megszavazhatsz-e egy olyan törvényt, ami az abortuszt legalizálja, a melegházasságot legalizálja, és te keresztény vagy. Vagy mondhatod-e azt ateistaként, hogy én, vagy zsidóként, vagy muszlimként, a parlamentben képviselőként, hogy én a politikai kereszténységet képviselem, tehát ateistaként keresztény értékeket, erkölcsi-etikai kérdésekben nyilván, a politikában képviselem, hiszen biztos vagyok benne, hogy a kormánynak, aki ugye a politikai kereszténység zászlaját tesz rengeteg mindent, vannak olyan tagjai, akik nem hisznek, sőt olyanok is, akik nem úgy élnek, ahogyan egy kereszténynek élnie kell, de ettől még szerintem legitim azt mondani, hogy ha következetesek és tényleg úgy alkotják meg a törvényeket, ahogyan azt egy kereszténytől elvárható, vagy az egy kereszténytől elvárható, vagy akár ahogyan az jézusi tanításból származtatható, akkor nevezheti magát egy ateista és politikai kereszténynek. Te nem látod ezt így? Ez most csak az én személyes ízlésemről beszélek. Én nem az én személyes ízlésem szerint való ez, de hogyha nyilván van egy... Tehát a politika olyan, hogy tehát ha van rá kereslet az adott kínálatra, akkor minden legitim. Tehát hogyha van Magyarországon, vagy bármelyik országban az adott közösségben x százaléknyi ember, aki arra vágyik, hogy a politikában a keresztényi értékek jelenjenek meg hangsúlyosan, akkor ez egy legitim politikai mozgalom, akármit is gondolok én róla. De én még az egyházi hittérítéssel kapcsolatban is én picit nekem azzal szkepszisem van. Tehát, hogy... Tehát én a Jézusi életet, vagy akár Szent Ferenc életét se hittérítésnek élem meg. Tehát, hogyha valami hiteles, akkor azt nem kell téríteni, nem kell mondogatni, az pont fordítva működik, az magához vonza az embereket, anélkül, hogy ezt mondogatni kéne, ki kéne rakni a Facebookra. Meg hát ezt látjuk az evangéliumokban, erre szólít fel Jézus, Pálék is ezt tették, tehát azért a bibliai minta az mégiscsak valahol ez. Hogy elmentek, menjetek, tegyetek tanítvánnyal minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentlélek nevébe, tanítván őket mind arra, amit én tanítottam nektek, és akkor ezt csinálták az apostolok, szétszélettek. Csak szerintem nem ezért, lehet, hogy ez le van írva, és elnézést kérek, hogyha bármilyen szentírásból figyelj, dolgot kell, én... Nem kell elnézést kérni, nem is tudom, lehet a jó Istentől, vagy nem tudom, hogy ki tudja milyen büntetés jár még majd ezért, de hogy nem biztos, hogy az én ott le van írva, ezért lett a kereszténység az, amit. Nem a kereszténység azért, a hitelessége miatt lett világvallás. Ugye a 4. században, amikor a kereszténység meghódítja úgymond a római birodalmat, meg a 3. században, meg az 1. században, amikor élet-halál küzdelmet folytott, csomó alternatív vallás volt, amelyik akár ugyanolyan erővel, vagy joggal, akár még a kereszténységnél is nagyobb boccokkal pályázhatott arra, hogy a válságban lévő római vallás helyére majd ő lép oda, és ő lesz a római birodalom vallása. És az, hogy a kereszténység nyert, az szerintem a hitelességnek köszönhető. Tehát én úgy gondolom, hogy a tehát keresztény... nem a politikának, ahogy sokan gondolják. Nem, én az egyszerű, a tanítók, a keresztény tanítók egyszerűségében, a jézusi tanítás egyszerűségében és tisztaságában, és most lehet, hogy ez egy fura dolog, de a keresztény mártírokban látom azt. Akik az életükkel. Akik az életükkel. Igen, tehát hogy én úgy képzelem ezt az egész jelenetet, hogy kicsit ilyen amerikai filmes, de hogy én valahogy úgy képzelem el, hogy kiment a római polgár, leült a kis tógájába, lekönyökölt, ette a kis szőlőt, és mondta, hogy akkor most megnézek pár rabszolgát, hogyan falnak fel az oroszlánok. És ezeket nyilván látta minden egyes hónapban, vagy nem tudom milyen időközönként, és hát mindig azt látta, hogy behozzák a szerencsétlen rabszolgát, az ordibál, menekül, aztán az oroszlán is fölfalja. És ezt csak szedegeti a kis szőlőszemeket, és azt látja, hogy behoznak egy keresztényt, aki imádkozik, és az oroszlán így falja föl. És ez nem olyan sokkoló volt a római számára, hogy lehet, hogy nem volt kedve többet szőlőt enni,
meg római vallás követően nem azt mondta, hogy keresztény leszek. Mert látott egy olyan hiteles példát maga előtt, aki azt mondta, hogy ha ezek ennyire hisznek, ha ezek ennyire hitelesek, akkor ezeknek valószínűleg igazuk lehet. És én ezért mondom azt, hogy hiába akár a politikai kereszténység, akár az egyházak, hiába mondogatnak, meg térítgetnek meg bennünket, hogyha te nem érzed ezt a hitelességet is. Nekem egyébként, mint gyarló embernek, meg mint ilyen össze-vissza katolikusnak, ez a problémám az egyházról, hogy én nagyon ritkán látom ezt a hitelességet benne. Tehát, hogy nagyon, nagyon ritkán érzem azt, hogy ez úgy Jézusnak is tetszene. Na akkor, hogyha már hitelesség és egyházak, akkor hogyan látod a politika, az egyházak és a hitelesség kérdését ma Magyarországon? Ugye itt két aspektusból lehet ezt a kérdést megközelíteni, ezt mindig el szoktam mondani. Az egyik, hogy ugye miért kapnak az egyházak az államtól pénzt? Ugye vannak olyan dolgok, amiket az egyházak átvesznek az államtól, olyan feladatok, közfeladatok, amiket elvégeznek, és ezért ugye nyilván az állam fizet nekik, hiszen helyettük dolgozik kvázi az egyház, ez teljesen legitim. Vannak ugye az egyházaktól a kommunizmusban elvett birtokok, javak és a többik, amiket nem kaptak vissza az egyházak, ezekért ugye is valamennyi kárpótlást fizet az állam. Ez is még úgy, hogy belefér. És emellett rengeteg támogatást kapnak az egyházak, óvodák létesítésére, templomok felújítására, gyülekezeti házak felhúzására, a lelki pásztorok és a papok tulajdonképpen, nem tudom, Orbán pénznek nevezik ezt csúnyán, de fizetést, kiegészítést kapnak, és több 10 milliárdos vagy 100 milliárdos állami támogatásokról beszélünk, amik talán függővé teszik az egyházat az államtól. Szerinted függnek-e már ma az egyházak az államtól annyira, hogy intézményi szinten vagy vezetői szinten gúzsba legyen kötve a kezük? Tehát, hogy a politika határozza meg az egyházat, és ne az egyház legyen a politika fölött, mint egy őrálló. Vagy így egyszerűen csak most ez így alakult, ettől függetlenül még hitelesek lehettek, vagy tudnak lenni az egyházak. És hogy alakult ez így, ahogy Nagyon sok olyan ember van az összes egyházban, tehát hogy én azt szeretem, amikor átmegyünk egy ilyen, és hanem úgy nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy átmegyünk egy ilyen nagyon vulgáris, meg nagyon, nagyon leegyszerűsített ilyen egyházellenességbe. Tehát hogy én minden, a történelem minden esetleges hibájával, vagy szörnyűségével együtt az egyházi mérleg az nem pozitív. Tehát hogy én úgy gondolom, hogy bárki, aki megpróbált már egy közösséget szervezni, én próbáltam meg ilyet, az tudja, hogy egy közösséget, egy intézmény működtetni, az nagyon-nagyon nehéz dolog. Az, hogy a keresztény egyházak évszázadokon vagy évezredeken keresztül működtettek ilyen intézményeket, és alapvetően azért nagyon sok pozitívumával ennek a történetnek, azt nem egy óriási eredményet, ezt nem szabad elvitatni. De nyilván az aktualitásokat ettől még mindig látni kell, meg értelmezni kell, és most tényleg az a valóság szerintem, amire itt céloztál, hogy amire utaltál, hogy a magyar keresztény egyházak olyan állami infúzióra kerültek, ami nélkül már nem lennének életképesek valószínűleg. Vagy valami egészen más szinten. De, és akkor itt hagyd mondjak egy ilyen nagyon merész dolgot, lehet, hogy jót tenne az egyháznak, hogyha leszedné mégis magát erről az infúzióról, az állami infúzióról, sokkal kisebb lenne, sokkal kevesebb intézményt tudna működtetni, sokkal kevesebb embernek tudná az egzisztenciáját biztosítani, de hitelesebb lenne. És szerintem ahhoz, hogy hosszú távon az egyház újra erősebb társadalmi befolyást tudjon gyakorolni, szerintem pont erre volna szükség. És hogy alakult így ez a folyamat, hogy miért alakult így szerinted? Már a te idődben is, idézőjelben a te idődben is elkezdődött, hiszen ugye a kötelező hit és elkösönoktatás már akkor bekerült a tanrendbe, amikor te országgyűlési képviselő voltál, így talán egy picit mélyebben beleláttál ebbe a folyamatba. Hogyan indult ez az egész? Hogy hogyan került sor ilyen szoros összefonódásra és függésre? Hát szerintem ez már régebbről. Tehát, hogy akár már a 19. századtól a Habsburg befolyás és a katolikus egyház és a Habsburg trón, vagy Habsburg császárok kapcsolatától, akár a Horthy rendszernek a keresztény középosztályra való építésétől, akár a Kádár rendszerben a békepapi rendszernek a kiépítésétől, és most is. Tehát, hogy valahogy ez békepapok vannak ma is.
Hú, gonosz kérdés, de nem tudok rá nemmel válaszolni, de ez szerintem olyan méltatlan lenne talán ezt mondani a jelenlegi papokkal kapcsolatban, nem békepaszt, nem azért az más volt, de hogy a társadalmi kapcsolódás szerintem ugyanúgy sérül, mint akkor. Mert hogy egy mesterséges biztonságba helyez téged ez az egész. Én azt látom, hogy az egyházak egy olyan, a maguk kis plébániái körül egy olyan, ilyen látszat biztonságban érzik magukat, szépül a plébáni, nagyon jó, hogy nagyon sok templom felújításra került, tehát ezek szép eredmények, meg végre van pénz, meg iskolákat tudunk működtetni, csak az egész egy virtuális dolog, és az igazi, az egyháznak a lényegi feladata az, hogy a társadalomban befolyást gyakoroljon, a társadalom számára valamiféle iránymutatást adjon, és nem is politikai ügyekben, mert nem ez a feladata szerintem elsősorban, hanem kulturális, és spirituális és szakrális értelemben, ez viszont sérül. Uh-huh. Úgyhogy szerintem ez ami a legnagyobb kihívás, de nyilván amit én mondok, az meg egy olyan hipotetikus lehetőség van, hogy az egyházak szakadjanak le az állami forrásokról, és akkor... Vagy legalábbis azokról, amik... Amik nem olyanok, amiket az első pár példaként említettél, amik legitim források, de szerintem lehet, hogy ez jót tenne, egy ilyen tisztító kúra lenne, és hogy azok az egyházaknak azok a burjánzásai, amik nem indokoltak, és amik pusztán politikai koordinátorrendszerben értelmezhetőek, azokat elveszíteni, de hogy ez veszteség lenne intézményi, vagy emberi, vagy anyagi oldalon, és nem nyereség lenne a hosszú távú építkezés tekintetében. Igen, mert legalábbis én azt látom, vagy úgy gondolom, hogy a fókuszt tévesztjük el akkor, hogyha úgy működünk, ahogy jelen pillanatban működünk, és mondjuk azt mondjuk, hogy igen, itt vannak az infrastruktúrális eszközök, vagy minden megvan, ami kell ahhoz, hogy jól működjenek a gyülekezetek, de és akkor innentől kezdve már csak a lelkészek feladata, hogy betereljék az embereket a templomba, de szerintem ez fordítva kéne, hogy működjön. Előbb kellenének olyan erős, lelkileg megerősödött, hívő gyülekezetek, biztos, hitbeli, erkölcsi alapokon álló hívőkkel, akik a saját munkahelyükön, a saját családjukban, Magyarországon hitelesen képviselik a kereszténységet. Ha ez megvan, akkor ők tudnak építeni akár egy olyan, nem tudom, egy olyan közösséget, ami képes arra, hogy önmagának teremtse meg azokat az infrastruktúrális feltételeket, akár iskolát, óvodát építeni, templomot építeni, még akár állami segítséggel is, de az meg már csak hab lesz a tortán, nem pedig az alapja az egésznek. Ami még inkább segít nekik abban, hogy képviseljék az ő hitüket, és megéljék az ő kereszténységüket. Tehát úgy tűnik most, minthogyha kint nagyon szépek szeretnénk lenni, míg belül nem vagyunk rendben, és előbb belül kéne rendben lenni ahhoz, hogy aztán kívül is szépek lehessünk, mint az emberi test, amikor ha lelkedben nagyon-nagyon rosszul vagy, meglátszik a testeden, hogyha és ezt nem tudod palástolni. De Jordan Petersonhoz kötve egy picit, ugye ő mondta, hogy az első dolog, hogyha a világot akarod megváltoztatni, a saját szobádban rakja rendet. És mint hogyha nekünk a belső szobánkban, ugye egy kicsit egy jézusi képpel éljek, belső szobánkban nem lenne rend, és így nem tudjuk még a világot sem megváltoztatni. Igen, és szerintem az emberek többsége kereső, és ezt azzal tudom neked bizonyítani, hogyha bemész egy könyvesboltba, akkor ma a legtöbb könyv, ami a legtöbb polcot megtölti, azok az ezoterikus, meg spirituális könyvek, ami valamilyen igényt mutat. Az emberek keresik a szakrális, spirituális útmutatást, és hát nyilván erre most már iparágak jöttek létre, és hármavonta jön ki egy újabb világ megváltó könyv, amit hogyha elolvasol, akkor megváltozik az életed, és örökké boldog leszel, és happy. És aztán nyilván háromra múlva keresed a következőt, mert nem történt meg. De hogyha viszont találsz valami hiteles forrás, és én emlékszem, amikor kérdezted, hogy jártam-e közösségekbe, és amikor jártam, akkor az mindig úgy történt, hogy mondjuk elmentem egy misére, és hallottam, hogy úristen, ez a prédikáció, ez zseniális volt, és én ehhez az emberhez akarok menni is. És sokszor az az ember, akihez aztán mentem és hittanra jártam, vagy közösségbe, az egy, most egy picit furámzik meg rosszul, mert aktuális, de hogy fűtetlen iskolai termekbe tartotta a kis összejöveteleket a közösség számára, de nem érdekelt, mert nulla volt az infrastruktúra, érted, de nem az érdekelt. Elmentem, fölvettem két pulcsit inkább, de őt akartam hallgatni. És ugyanígy meg hiába van ott a csillivilli hittanterem, hogyha azt látom, hogy egy életunt pap
letudja nekem a sztorit. És szerintem ez az igazi különbség, és biztos, hogy vagyok benne, hogy most is, miközben mi beszélgetünk, nagyon sok olyan katolikus, református, evangélikus, pap, lelkész van, aki az előző volt, az elsőt csinálja, és talán ők látszanak kevésbé, és sokkal inkább látszik ennek az egésznek a politikai felhangja, vízhangja, ami mondjuk nem jó, mert a másik oldalon meg azt látom, hogy nem tudom, a másik oldalon, az ellenzéki oldalon, a bal oldalon, én egyik oldalon se vagyok, de hogy az ellenzéki oldalon meg azt látom, hogy ott meg kezd kialakulni egy ilyen zsigeri egyház ellenesség. És amikor a NER majd összeomlik, mert a NER össze fog omlani, tehát hogy nem tartunk ki, akkor ennek majd egy nagyon negatív hatása lesz. Tehát most ez a hét bő esztendő, de utána, hogyha így megy, és az alakul ki, hogy az egyház az a NER, mert most kép körülbelül ez a kép. Igen, ez a baj, pontosan, de ez egy hamis kép, ezt te is ez tudod, és mindenki, aki józanul gondolkodik, tudja, hogy ez egy hamis kép. Csak ki gondolkodik itt józanul a politika kapcsán Magyarországon? Itt mindenki veszett a politika kapcsán, és amikor majd a NER összeomlik, és az inga átlendül a másik irányba, akkor minden, ami eddig jó volt, az rossz lesz, és minden, ami rossz volt, az meg jó lesz. És akkor az egyház majd ott az a hét szűk esztendő. Hát, vagy ingázik vele. Vagy ingázik vele, és akkor hirtelen... Mert ugyanígy veszett az egyház, ahogyan a politika kapcsán megvesztek az emberek, ugyanúgy megvesztek az egyház kapcsán is. Tehát ha azt nézed, hogy a Hodász András, csak hogy egy példát említsek, hogy én olvastam keresztény kommenteket, amikor ugye ő kérte, hogy függesszék fel cikkek alatt, elképesztő, hogy milyen zsigeri indulatok vannak bennünk, vagy hogyan viszonyulunk ahhoz, aki esetleg politikailag nem ért velünk egyet. Tehát így ugyanilyen szélsőséges eseteket látunk, vagy gondoljunk a, nem tudom, akár Perinfalvi Ritára, aki az egyik oldalon katolikus teológus nőként egy szélsőséges liberális nézetet képvisel, vagy nem tudom, Bese Gergő atyára, aki a másik oldalon teljes mértékben a teljesen nyíltan és elfogadhatóan, ezért merem ezt a nemét is mondani, a Fidesz mellett kampányol. És mind a két oldalon megvannak a táborok, csak mindenki a másikat átkozza. De középen valahol egyre, a centrumban egyre kevesebben vannak. És talán az kéne, hogy a két szélsőségben az inge már ne, vagy az egyik szélsőségben nem a másikban engem ki, hanem középen álljon meg valahol. De nem ez a tendencia, azt lássuk be. Tehát jelentem az a tendencia, hogy a keresztény egyház az a jobb oldalon az Orbán Viktor hű szövetségesévé válik, egy politikai percepció ez az egész. Nyilván azért. És az ellenzéki oldalon meg szintén ugyanezzé válik, és ezért unszimpatikus. De azt mondják, hogy egy keresztény ember nem képviselheti, nem lehet ellenzékben, a mostani ellenzéki, nem tudom, grémiumhoz nem tartozhat, mert olyan dolgokat képvisel az ellenzék, amiket nem vállalhat egy keresztény ember. Melegházasság kérdésében például, ezért is hurcolták meg Andrást. Ez a probléma, hogy szerintem tehát már eleve a fogalom rossz, hogy az ellenzék, nincs olyan, hogy az ellenzék. Tehát Magyarországon az ellenzék az ezerféle irányzatból áll. Hát láthattuk, hogy milyen koalíció született itt a választásokon is, és abban még talán nem is volt benne minden irányzat, vagy nem is jelent meg. Úgyhogy igenis lehet a kormányon kívül is valaki keresztény. Ez más. Ez a kormányon kívül, vagy mondjuk az ellenzéki összefogáson belül. És erre mondom én azt, hogy és az én definícióm szerint, ami ugye a visszaemlékszel, az volt, hogy mindenki az egyéni megélése kapcsán valósítja meg a számára komfortos szinten a kereszténységet. A komfortos az rossz szó, mert az olyan nagyon úgy tűnik, hogy majd itt lehet mazsolázni, hogy akkor ez most komfortos, ez nem komfortos, inkább akkor úgy fogalmaznék, hogy mindenki az egyéni hitélete vagy hitélménye alapján jelenítse meg a politikában a kereszténységet szerintem, és nem biztos, hogy azzal jelented meg a kereszténységet, hogy mondjuk az abortusz vitában mit képviselsz, vagy a melegházasságban, hanem mondjuk az, hogy tudsz-e gesztusokat tenni a másik felé. Tehát, hogy most képzeljük, hogy Jézus mondjuk az abortusz vitában mit képviselne. Nyilván sejtjük, hogy melyik oldalon állna. De nem az lenne azért mégis az elsődleges, hogy a másik oldalon állókhoz is emberi módon szól. Vice versa. Tehát lehet képviselni valamit, úgyhogy emberként tekintek a másikra. És szerintem, tehát ha ma Magyarországon valaki keresztény politikát akar, akkor először gesztus kéne gyakorolni. És hogyha a kormány kereszténynek vallja magát, akkor hol van benne hol van a szeretet, vagy a gesztus, vagy az odafordulás, vagy az alázat, hol van ebből a politikából, azt kérdezem én alázatosan. Ez egy jó kérdés.
De tényleg is a kérdésekre, mert ez is kapcsolódik, és megy az időnk, az utolsó fél órát erre szálljuk, de pontosan ide kapcsolódik az első kérdés, amit a Patreonon tettek fel, akik követik a csatornát és támogatják, és arra biztatok mindenkit, hogyha tetszenek ezek a tartalmak, akkor tegyétek meg ezt ti is, minden linket megtaláltok a leírásban ehhez. Szóval a Patreonos közösségünkből érkezett is két kérdés már előre, ezzel kezdenénk. Az egyik az a politika és a politikában a keresztény értékek képviselete. A keresztény értékeket ne lop, ne hazudj, félig a saját is beleértve, szeresd ellenségedet, ne légy megalkuvó, mennyire kihívás megélni a politika sűrűjében a legmélyebb bugyraiban? Mennyire engedik az embert egyre közelebb a belső körököz, ha tudva levő róla, hogy nem hunyt szemet, ha bűnt lát és eljár ellene? Jó, hát ez egy egész estés kérdés, mert hogy a politikai erkölcs az ugye azért nagyon közhelyesnek tűnik, de hogy az árnyalatabb egy picit a tíz parancsolatnál, vagy a szeretett himnusznál. Most ugye van egy háború a szomszédunkban, és szoktak arról beszélni, hogy háborús erkölcs, vagy arról is szoktak beszélni, hogy háborús morális, az is azért nagyon más. És a politikában is nagyon más. A politika bizonyos értelemben egy háború, csak nem fegyverekkel folyik, tehát egy küzdelem. És sokszor a politikában föl kell áldoznod bizonyos szempontokat egy másik szempontnak. Az életben is sokszor így van, de a politikában szinte mindig így van, hogy választanod kell, és nincs jó megoldásod, nincs tiszta megoldásod, vagy a tiszta megoldás az, hogy akkor inkább ezt hagyjuk, akkor inkább kiszállok. Vagy ha benne maradsz, akkor valamelyik mellett döntened kell is. És valamelyik döntésedet is, bármelyik döntést is hozod, ott sérülni fog a te morális talapzatod, vagy akár a saját hited. És a politika napi szinten dobálja neked ezeket a szituációkat. Úgyhogy azért nem akarom levenni a politikusokról, vagy magunkról, vagy a közéletben lévő emberekről az erkölcsi, hogy mondjam, szempontnak a terhét. Mm. Tehát nem akarom relativizálni az erkölcsnek a szerepét, szerintem nagyon fontos. Csak azt gondolom, hogy sokszor olyat várunk el a politikusoktól, amit egyébként a magánéletben se biztos, hogy elvárunk magunktól. Tehát, hogy én tudatban hiszek, ezt számtalan más példában elmondtam már, hogy a politika az nem valami különleges jelenség a társadalom, hanem a társadalomnak az eszenciája. Tehát olyan a politika, amilyen a társadalom. Uh-huh. És hogyha a társadalomban nagyon sok az erkölcstelenség, akkor a politikában is nagyon sok lesz. Ha a társadalomban vannak bizonyos erkölcsi korlátok, akkor az előbb-utóbb a politikában is meg fog jelenni. És akkor már tudja képviselni egy politikus is. Hát pontosan, hiszen akkor nem kell attól tartani, hogy sérül az ő politikai támogatottsága. Sőt, akkor azt fogja tudni mondani, hogy azért lépem ezt, mert nem csupán erkölcsileg ez az iránytű, hanem a politikai, a társadalmi elvárás is ez irányba. Uh-huh. Most nem az a társadalmi elvárás. Nem. Kicsit képmutató van, de nem az a társadalmi elvárás, hogy nem. Egy politikus legyen erkölcsös, és a már kereszténynek mondja magát, akkor ilyen keresztény mondja. Persze, de ma ezt úgy mondjuk, meg úgy gondoljuk, de azért a politikusokon lévő nyomás, társadalmi nyomás az, hogy pusztítsd el az ellenfeled. És ez felülírja azokat az erkölcsi és etikai és bármilyen szabályokat, amiket egyébként belülről meg kéne élni a politikában. Tehát ez fölötte bár ezt akarod, ha jól értem mondani. Hát csak akár ebben saját magamat is hagy értsem bele most az én politikai pályafutásom első szakaszát. Kik a legnépszerűbb politikusok nálunk? Nem mindig azok, akik a leghangosabban és a legdurvábban támadják be az ellenfeleiket? Nem? Tehát, hogy mindig azok, akik a legharsányabban, legkeményebben... Hát, Jakab Péter erre, bocs, pont egy rossz példa lenne, mert ő volt a legharsányabb talán. És nagyon népszerű is volt egy időben, legalábbis a Facebook lájkok alapján. Nem lehetett most találtani. Persze, nyilván ott hiányzott egy kormányzati kompetencia, azért föl kell mutatni politikai talentumokat is nyilván emellé, de azért mégis azok közül, akik fölmutatják, hogy most ételezzük fel, hogy megvan a politikai talentuma, és választani kell a közül, aki halkabban, csendesebben, megegyezésre keresőben, kompromisszumkészebben képvisel valamit, vagy pedig azt mondjuk, akkor csapjunk oda, rúgjuk be az ajtót és győzzük le ezeket. Mi ezt szeretjük valahogy. A magyaroknak ez a fajta győzelmi élmény kell, hogy adja meg a te politikusod, neked ezt a győzelményt, legyőztük a másikat, nekünk ez kell, ami nyilván a mi komplexusainkból fakad szerintem lélektanilag, a kisebb rendűségi komplexusainkból, amit élünk itt a Kárpát-medencében. De ezért ez a nyomás a politikán. És az erkölcs az meg így kimondjuk, de nem várjuk el. Tehát hogyha azt látjuk, hogy a mi politikusunk legyőzi a másikat, akkor megbocsátjuk a kis botlásait. Jó, ez szerintem egy korrekt válasz. Hát nem örülök annyira neki, de így gondolom. Így van.
Jó, következő kérdés. Milyen teológusoktól olvastál, befolyásolták a hitedet vagy gondolkodásmódot? Ugye azt hiszem, Szent Ferencet említetted. Rajta kívül van-e még valaki? Hát igen, Eckhart mestert is említettem. Igen. Nyilván. Hát a kereszténységen belül szinte majdnem minden ilyen nagyobb misztikus. Keresztes Szent János például. Tauler. Talán ezek azok, amikor a nő befolyás. Őket ajánlanád is jó szívvel, nyugodt szívvel. Hát, hogyha valakit érdekel a keresztény misztika, akkor igen. Uh-huh. De nyilván ez hízlések és pofonok. Engem a teológián, például én nagyon nagyra tartom Aquinói Szent Tamás, de például engem Aquinói Szent Tamásnak a gondolatai annyira nem fogtak meg. Uh-huh. Nekem ő túl száraz volt, bár egyébként az élete végén, ha jól tudom, ő is a misztika irányába fordult, és vannak olyan írásai, lehet, hogy most évezek, mert kijavítanak a kedves nézők, ha nem így van, ami már nem ezt a nagyon filozófikus és szisztematikus gondolkodást, hanem egy misztikusabb irányt jelentett. Uh-huh. De ezt nem ismerem, ezt az oldalát. Tehát csak hogy értsék, meg értsd-e is az én, hogy mondjam, teológiával kapcsolatos érdeklődésemet. Uh-huh. Tehát te alapvetően misztikusok. Én a misztikusokat olvastam, és egyébként a más vallásokban is ezek érdekeltek elsősorban, vagy befolyásoltak. Jó. Még egy kis politika, ha bírod még. De, hát ez a dolgunk. Gyakori a politikában, hogy jogilag vitás kérdésekben erkölcsre, erkölcsben vitás kérdésekben jogra hivatkoznak, erkölcsileg vitás kérdésekben jogra hivatkoznak. A kormányzó pártfőnök erre játszik-e a kereszténység behozatalával a politikában? Tehát gyakori a politikában, jogilag vitás kérdésekben erkölcsre, erkölcsi jogra hivatkozva. Igen, ebben van logika, de hogy szerintem a kereszténység a NER számára az szerintem egy kiszámolt képletnek a része. Uh-huh. Tehát úgy tűnik, hogy és ez egyébként a kereszténység szempontjából jó hír. Hát ez azt jelenti valahol, hogy a kereszténységnek azért van mozgósító pontosan ereje Magyarországon. Mi mindig van, még mindig bázisa, van. Igen. Valószínűleg több, mint aminek adott esetben az ellenzéki oldalon sokan gondolják. Mert hogyha igaz az alaptézisünk, és szerintem igaz, hogy a Fidesz mindent alaposan kiszámol, a kereszténység mozgósító erejét is valószínűleg alaposan kiszámolta, és hogyha ez nem állna meg a képletben, akkor nem lenne benne a képletben. De mivel benne van, ez azt jelenti, hogy van neki mozgósító ereje. Azt nem mondom, hogy ez a legfontosabb a képletben, ez a legfontosabb ismeretlen, de hogy benne van, az nem véletlen. És ez szerintem ez az elsődleges szempont, tehát hatalompolitikai, én azt gondolom. Azt nem látok Orbán Viktor lelkében, meg a fideszes vezetők lelkében, nem zárnám ki, hogy esetleg, mivel az ember nem szeret kognitív diszonanciában élni, hogy ennyi idő után maguk is elhitték ezt az egészet, hogy ez valamiféle belső lelki meggyőződés, mert nyilván nem tudnák másképp képviselni, bele rokkannának. Sokan bele is rokkannak. Igen, ugye jön a népszámlálás, és nagyon sok egyház, nagyon sok felekezet, akár keresztények, akár egyházon kívüliek, vagy valláson kívüliek, mint az ateisták, most próbálnak kampányolni, amellett minél többen vallják magukat az ő oldalukhoz tartozónak. Hogy látod ezt? Politikai kérdésé válik-e majd a népszámlálásnak ez a betülete? Igen, egy retorikai költői kérdés. Igen. És mi lesz abban az esetben, vagy mi történne abban az esetben, hogyha tegyük fel, bár most már egyre kevesebb, tavasszal erre több esélyt láttam, most már egyre kevesebb esélyt látok, tegyük fel, mondjuk a népesség kevesebb, mint 50%-a vallaná magát kereszténynek, tehát kisebbségbe kerülnének, akár más vallásokkal szemben a keresztények Magyarországon. Hát szerintem ilyen szempontból viszont ez egy fontos legitimációs probléma a NER számára. Tehát, hogy ha a népszámláláson az jön ki, hogy a korábbi, a 2011-es volt, a korábbi népszámláláshoz képest a magukat kereszténynek vallók száma csökkent, akkor a joggal merül fel a kérdés, hogy akkor ez a keresztény kurzus ennyi pénzből hová tüntette a keresztényeket. Hiszen a 11-től mostanáig tartó népszavazás az egyébként a NER-nek lesz a NER népszavazás. Ez egyházaknak is egy nagy kérdése lesz, ami veszem meg. Hát igen. Ilyen állami támogatással, ilyen hátszerűen hova tüntették a tagjainkat. Igen, és ezt nyilván, hogyha ez bekövetkezik, akkor ezt a magaslabdát majd az ellenzéki oldalon le is fogják csapni, mert ez egy magaslabda lesz a NER-rel szemben. Hogy ez bekövetkezik-e vagy sem, ezt nem tudom. Tehát, hogy egyszerűen nem látok bele a magyar embereknek a fejébe most. Ez nekem valahogy egy ilyen szürke folt. Kíváncsi a számokra. Jó. Rendben.
Sitku Tibor kérdezi, szervusz Tibor. A kedves Gábor, véleményed szerint az egyház és állam, vagy kereszténység politika elkerülhetetlen kapcsolatában melyik az a pont, ami a leginkább reformra vagy újra gondolásra szorul? Hát nyilván ez a finanszírozási dolog, erről beszéltünk, hogy ezt érdemes volna újra gondolni. Van most ezen kívül, meg a politikai felhasználáson kívül van még olyan viszony, ami ahol ez fölmerülhet, az kérdés? Erkölcs. Az, hogy hogyan kérjük számon, számon kell lekérnünk a politikusokon, akár egyházi szinten a bizonyos erkölcsi viselkedéseket. A keresztény egyháznak szerintem számon kell, pláne hogyha a direkt vagy indirekt támogatás. Ja, amúgy számon is kérik, bocsánat, zárójeles kis szarkasztikus megjegyzés, mindig számon kérik, csak mindig a másik oldaltól. Akármelyik oldalon is álljon egy valaki hát, keresztény. Tehát, hogy a magukat mondjuk kormány közelének való keresztények mindig a másik oldal politikusai kérik számon keresztények, az ellenzékihez húzó keresztények meg a kormány oldalon kérik. Hát ez azért kulcs gondolat. És a saját oldalon soha. Igen, kulcs gondolat, amit mondasz most, mert szerintem ez a polgári társadalomnak ennek a megfordítása a polgári társadalom definíciója. Tehát nem akkor leszünk polgári társadalom, amikor a politikai oldalak nem a másikon kérnek számon valamit, hanem a sajátjukon. Mert ugye ezt nagyon könnyű a másikat kritizálni, és lényegében ez azt a fajta tudatot, azt a fajta érzést biztosítja neked, hogy hát mi azért ennél ezeknél jobbak vagyunk, hát ezek lopnak, meg ezek ezt csinálják, és mind a két oldal képes arra, hogy a maga kis buborékjában fölmutassa a másik hibáit, hülyéit, gyengeségeit, vagy mulasztásait. Egy polgári társadalomban Orbán Viktornak nem azért nem lett volna szabad megcsinálni egy csomó dolgot az elmúlt x néhány évben, mert az ellenzéki pártok erre felszólították, hanem azért, mert házon belül nem lehetett volna, hogy ezek átmenjenek. Uh-huh. Igazából akkor lett volna ez igazából erős, hogyha ott szólnak neki, hogy Viktor, ezt ne haragudj, ezt nem fogjuk tudni támogatni. Hát ez nem lehet a te véleményed, se egészen máshonnan indultunk, de nincs ilyen belső kontroll, nincs meg ez a fajta polgári öntudat. És szerintem Orbán Viktornak az egyik legfontosabb politikai tapasztalata az elmúlt 11 néhány évben az volt, hogy bármit meg lehet itt csinálni. Uh-huh. Az unióval szemben is egyébként, meg a magyar társadalommal szemben is. Uh-huh. Elnézést, nem a kérdésre adott válasz volt, de ott igazából nem tudok többet, nem jut eszembe semmi olyan szempont, mert hogy én azt gondolom, hogy a finanszírozáson és a cserébe a politikai ellenszolgáltatáson kívül sok kapcsolat nincs az egyház és az állam között. Uh-huh. Kedves Gábor, mit gondolsz Julius Evola világnézetéről? Hú, de jó, ez jó kis kérdés. Ugye általában a tradicionalizmusról, igen. Metafizikai tradicionalizmus. Igen, ahová szintén Hanvas Bélán keresztül jutottam el, mert ugye Hanvas Béla is ebbe az iskolába vallotta magát, és Julius Evoláról is nála olvastam először. Julius Evolának a gondolatét én ketté osztanám. Egyrészt írt politikai jellegű, vagy politikai gondolkodással kapcsolatos munkákat, amiket én azért ma már kritikusan szemlélnék. Hosszú vita lenne, meg biztosan mindenki érten egyet velem, aki Julius Evolát ismeri. Nem volt fasiszta Julius Evola szerintem, tehát, hogy, de sokan ezzel vádolják. Amiben viszont én nagyon-nagyon fontosnak tartom Evolának a gondolatot, hogy akár René Genonnak, aki szintén ennek az iskolának az egyik fontos francia szerzője, az a metafizikai tradíciónak, a metafizikai gondolkodásnak a keresztény európai kultúrkörben való megjelenítése. Tehát engem igazából ez fogott meg, ahogy Genon vagy akár Evola írt mondjuk a hinduizmusról, a buddhizmusról, azt mindenkinek csak ajánlani tudom. Mm. Tehát mi most is? Most is. Tehát hogyha mondjuk valaki, mondjuk nem tudom, Julius Evolának a Meglovagolni a Tigris című könyvét kézbe veszi, az, és mondjuk van érzékenysége a vallási, filozófiai, teológiai kérdések mélysége iránt, akkor azt gondolom, hogy tetszeni fog neki. Következő kérdés, kedves Gábor, mennyire értesz egyet azzal az állítás, hogy a politika csak és kizárólag a szavazatszerzésről szól? Hát nyilván nem értek egyet vele, de a gyakorlatban ez egy... Erről szól, vagy erről kéne szólni, nem mindegy. Jogos. Ha úgy merül fel a kérdés, hogy erről szól-e ma a politika, akkor egyet értek vele. Uh-huh. Ha úgy merül fel a kérdés, hogy erről kellene szóljon a politika, akkor meg nem, nyilván. De azért
az ilyen nagyon árvalányhajas lenne, hogyha ezt a részt teljesen kivennénk a politikából. Tehát, hogy egyszerűen a politikának ez a mértékegysége, ezt látni kell. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy a birkózásban fontos a tus, vagy nem is tudom, hogy hívják, amikor a birkózó le két vára fekteti. Fontos benne, de azért nem ez a lényege. Hát de valahol mégiscsak az a lényege, hogy a másikat levitt két várra a földre. De nem csak erről szól a birkózás, és nem csak ez a szépsége, és nem, ha valaki csak ez érdekel, akkor az nyilván nagyon opportunista módon közelít bármihez. Nem beszél valahogy a politikában, annak meg szerintem kell, hogy legyenek hatalmon túli szempontjai. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy attól a politikustól, akinek az életében a politika jelenti a legmagasabb szintet, filozófiai értelemben, attól óvakodni kell. Hát az azt jelenti, hogy annak az embernek nincsen távlata. Uh-huh. Nincs az életében olyan jellegű felsőbb elf, és ez nem kell, hogy Isten legyen, hanem valamiféle erkölcsiség, vagy filozófia, vagy gondolat. Az nagyon veszélyes tud lenni, mert ő tényleg csak a szavazat érdekli. Uh-huh. Hát a mai modern marketing tudással felvértezve ez egész sokáig eljuthat. De nem az kell, hogy kéne, hogy a mita legyen. Jó. Röviden erre, hogy Gyurcsány Ferenc kerülne vezetésre, a Gyurcsány kormány kerülne vezetésre, önök szerint kapna az egyház hasonló mértékű támogatásokat, mint jelen kormányunk idejében? Szerintem nem, de ez... Szerintem se, de nem azért, mert Gyurcsány Ferenc nem próbálna meg jó kapcsolatot az egyházakkal, tehát ő is ilyen szempontból szerintem pragmatikus próbálna lenni, hanem egyszerűen azt a DK szavazó bázisra ezt nem tolerálná. Igen. Ja. Szerintem nem baj, hogy ez a kérdés is felmerül. Mit gondolsz a tegnapi olasz választások kimeneteléről? Hát Orbán Viktor nagyon örült, gondolom, ennek az eredménynek. Azt nem tudom, hogy ez most egy európai trend lesz-e. Nyilván ennek már megvannak a maga olasz sajátosságai, az olasz belpolitikai, az elmúlt évek olasz belpolitikai folyamatai. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha valaki most azt várja, hogy ebben a válságos helyzetben, amiben Európa van, most egy jobboldali, nem tudom, láncreakció indul be, akkor szerintem nem téved, hanem egyik láncreakció fog beindulni, de hogy ez jobbra vagy balra, azt szerintem mindig az adott országnak a belső viszonyaitól függ. Az biztos, hogy tehát ha Orbán Viktor arra számít, hogy a jelen pillanatban regnáló politikai erők következő akár uniós választáson, vagy akár nemzeti választásokon vereséget szenvedhetnek, akkor ennek megvan a valószínűsége, de ez rá is igaz egyébként. Igen. Oké, még egy Tibor kérdés, mert szerintem végig fogjuk tudni pörgetni a kérdéseket. Ha az életet megélni nem lehet jól csak materialista alapon, hanem csak még egyszer, ha az életet megélni nem lehet jól materialista alapon, hanem csak idealistaként, mert a materializmus kiéresti az emberi létet, akkor miért fordít egyre jobban szerinted ez a nyugati civilizációban? Jó kérdés nagyon. Szerintem a fogyasztói társadalom az a tudatmódosító, amivel ezt úgy letolják a torkunkon. Tehát, hogy a fogyasztói társadalom olyan alapvető zsigeri, lényegében állati ösztönökre épít, amik mélyen bennünk vannak. Ezért jól is működik, hiszen a biológiai drive-jainkra hat, de aztán meg kell nézni, hogy mivé tesz bennünket, hogyha nincs benne valamiféle lelkület egy idő után. Tehát megint azok a kiüresedések, amivé válunk, vagy azok a fajta szorongások, depresszió, ami az egész társadalmat eluralja. Azért jól érzékelhető, hogy lelki betegek vagyunk. Az egész nyugat-európai, meg euróatlanti régió lelki beteg, a gyerekeink is lelki betegek, és ez szerintem abból fakad, hogy nincs jelen pillanatban célja, testen túli célja ennek a civilizációnak. Igen, miközben igényünk belül, valahol legbelül lenne rá. Ezért vagyunk emberek. Ezzel kezdtük ugye a beszélgetést. Szerintem azzal váltunk emberi, hogy azt mondtuk, hogy... Mert nem bírtuk elviselni, mert az az élőlény, amelyik tudja azt, hogy meghal, ezzel nem lehet együtt élni, csak úgy, hogyha tudod, hogy oké, de akkor ennek van értelme. Tehát valami értelmet kell találnod az életedben. Viszont... És az nem értelem, hogy elfogyasztottam, nem tudom. De csak nagyon rövid időre. És gyors kielégülést kínáló cél. És hogy megint bejön a marketing, bocsánat, hogy szabadon vágtam, mert a marketing ugye erre épül, az egész kapitalista marketing az arra épül, hogy amikor már múlna el, és kezdenél kijönni ebből a Matrixból, hogy ez nem elég,
Akkor hát persze, hogy nem elég, mert még nincs ilyen telefonod, mert nincs olyan autó, meg még ott nem nyaraltál, meg a bakancsista, meg a nem tudom micsoda, minden előjön, és lényegében mindig azt az illúziót kelti benned, hogy jó, boldog leszek, csak még ezt meg azt el kell érnem, és utána már tényleg boldog leszek. És amikor azt is eléred, vagy ha nem éred el, akkor azért leszel boldogtalan, ha eléred, akkor 3 nap múlva megint találnak neked valami újabb csalit, amivel ezt az egész illúziót fenntartják bennünk. Ja, ez abszolút egyetértek. Jó, Don DeLillo, nem tudom, jól lejtem-e, Fehér Zaj című könyvét tetszett olvasni, kedves Gábor? Nem olvastam. Én sem, és nem is hallottam róla, úgyhogy nem tudok rá lefektálni. Na, ez legalább egy pozitívum legyen, le a kalappal nem vagyok, van a fan, de ez a filozofáló arca egészen rendben van. Jó. Köszönjük. Mi a véleményed a Szeretetlány mozgalomról? Én nem ismerem őket. Én sem. Jó. És nézem, hogy jött-e még kérdés, de azt hiszem, hogy igen, hogy szerintem a végére értünk, de ne zárjuk le ilyen negatívan ezt, azért említsük meg, hogy mindig vannak, mint ahogy a minden rendszerben voltak, és most is vannak olyan lelkészek, papok, közéleti emberek, közéletben forgó, mozgó emberek, akik próbálnak tenni valamit azért, hogy egy egészséges társadalomban éljünk, hogy azt a fogyasztói légkört, ami megnyomorít bennünket, azt valamilyen formában egy picit, vagy ezt a teret, ezt egy kicsit bevegyük, betörjünk oda. És én nem akarom, hogy bárki azt higgye, hogy itt a mai beszélgetés után is, hogy csak a rossz van az egyházakban, vagy csak a rossz van a közéletben, csak a rossz van a politikában. Úgyhogy nem tudom, Gábor, te tudsz olyan mozgalmakat mondani, akár az alapítványodon kívül, de az alapítványodat is ugye említetted, amit szívesen ajánlanál, vagy akár olyan keresztény felekezetet, ahol tudod, hogy megfordultál, és az számodra mondjuk hitelesen képviselte az evangéliumot. Hát ilyen felekezetet hogy ne ajánljak, mert az abban nem vagyok szerintem hiteles, vagy nem vagyok kompetens. Egy picit azért a saját mozgalmunkról, az alapítványról viszont mondjak pár szót, ha ez nem túlságosan ilyen önző dolog, hogy ezt a műsoridót erre használom, de a másik reformkor alapítványnak az alapgondolata szerintem azért nagyon fontos, mert mi azt a pontot kerestük, a történelemben elindultunk visszafelé, és azt a pontot kerestük, amikor a történelmünkben képesek voltunk arra, hogy nemzeti minimumokban egyetértsünk. És visszamentünk, és úgy éreztük, hogy a reformkorig kell visszamennünk, hogy megtaláljuk azt a forrás, azt a kapaszkodót, amiről egy baloldalinak, egy jobboldalinak, egy kereszténynek, egy ateistának, egy liberálisnak, egy konzervatívnak nagyjából ugyanaz az élménye, érzése, hogy az valami magasztosabb, valami felemelő, minden vitája, meg minden belső konfliktus ellenére, abban volt lélek. Uh-huh. Ott többek voltunk, mi magyarok, mint test. És ha akkor képesek voltunk rá, akkor mi azt feltételezzük, hogy talán képesek lehetünk még rá a jövőben, és ezért második reformkor mozgalom a neve. És mi ezért próbálunk tenni, ami azért egy politikán túlmutató, vagy pártpolitikán sokban túlmutató szempont, egyébként 2025-ben lesz 200 éve, hogy a reformkor megkezdődött, tehát hogy van még egy ilyen évforduló jellege is. De amit én túl a magunk fényezésén még szeretnék elmondani, hogy alapvetően azt látom, hogy a mostani generációban, az egyetemi előadásokon, meg fórumokon gyűjtöm ezt az érzést, lehet, hogy csak bele akarom látni és belevetítem, de mégis azt érzem, hogy erre a fajta kritikus gondolkodás, amelyik nem kész válaszokat vár el, politikailag készre gyártott válaszokat, hanem gondolatokat, amiket aztán majd ő megrákat, megjutott, ez a fajta kritikus gondolkodásnak kezd kialakulni a tábora. És nem mondom, hogy ez többséget jelent, tehát nem akarom ezt most túl idealizálni, de hogy egy kritikus méretűvé kezd válni, ezt én érzékelni vélem, és ez szerintem egy nagyon pozitív tendencia. Tehát minthogyha a NER-nek, amiben most élünk, és ennek az ilyen folytogató légkörének lenne egy olyan indirekt pozitív hatása, hogy ezzel szemben nem pusztán, mint amit az ellenzék képvisel, politikai alternatívában gondolkodik, hanem egy kulturális alternatívában. Uh-huh. A NER-rel szembeni kulturális lázadás, ami szerintem a polgárrá válása, a felnőtt emberré válás lélekben, szellemben is, aki felelősséget vállal, aki tud vitát folytatni, aki be tudja látni, hogyha valamiben tévedett, aki meg tudja változtatni az álláspontját, hogyha meggyőzik, és a többi, és a többi, és én ezt tartom a legfontosabbnak, hogy ez,
erősödjön, és még egyszer mondom, úgy látom, hogy erre talán van is igény. Igen. Sokan azt gondolják, hogy ez csak egy vágyálom, de reméljük, hogy akkor ez sikerül valamilyen erősíteni, vagy megvalósítani akár a ti mozgalmatokon keresztül, vagy alapítványatokon keresztül, és reméljük, hogy ezek a beszélgetések is segítenek abban, hogy egy picit erősödjön ez a légkör, és akkor szerintem ezzel le is zárhatjuk ezt a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok neked a jövőben is erre, és a közéletben való forgolódásodhoz is, és a tudományos munkádhoz is. Köszönöm, és minden jót kívánok neked, meg köszönöm a meghívást. Köszönjük a kérdéseket. Igen, és köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. És hogyha tetszett, akkor osszátok meg minél több helyen, minél többekhez eljuthasson, kommenteljetek, bizonyítsátok be, hogy Gábornak igaza volt az elmúlt 2 percben, és írjatok olyan kommenteket, amik a kritikus gondolkodásra sarkalnak. Vitatkozzatok velünk, a gondolatainkkal, egymással, és hát, hogyha tetszett és szeretnétek, akkor támogathatok is bennünket, ehhez is minden infót megtaláltok a leírásban. Még egyszer köszönöm, Gábor. Köszönöm én is. És sziasztok. Sziasztok.